A japán művészetnek egy nagyon különleges korszakáról esik ma szó. Ezt Meiji restaurációnak hívják, vagy Meiji művészetnek hívják. Ez az az időszak, amikor Japán egy nagyon határozott politikai átalakuláson megy keresztül, modernizálódik. Ez egyébként a világnak minden pontján egy érdekes helyzet, amikor a dominánsnak, 19. században dominánsnak mondott nyugati kultúra hat és politikai és gazdaság hat helyi viszonyokra és átalakulást eredményez. Japánban egy kicsit más volt a helyzet, mint a világ más országaiban. Nagyon rövid idő alatt zajlott le ez az egész eseménysor, 1868 és 1912 közötti időszakról beszélünk. De mielőtt ebben elmélyednénk, szeretném érzékeltetni azt, hogy a művészetekben való átalakulásnak mi a különlegessége és mi az ellentmondása, ha lehet ezt így mondani. Van itt előttem egy mű, ami feltehetőleg minden bizonnyal az általunk vizsgált korszakban, a Meiji korszakban született. Ezt azért lehet tudni, mert bár nagyon japános stílusjegyeket mutat, de a figyelmes néző észreveszi, hogy vannak olyan részletek ezen a művön, amik már sokkal valósághűbbé, realistábbá teszik az ábrázolásmódot. Az, hogy ennek a műnek nincsen aláírása, és nincsen semmilyen más olyan jel rajta, ami a művész kilétére utalna, sajnos rávilágít erre az ellentmondásos problémára, ahogy az európaiak fogadták vagy vélekedtek arról a japán művészetről, ami megújulni akart. Arról volt szó, vagy arról van szó ebben az esetben, ez egy családi hagyatékból került elő ez az alkotás, hogy valószínűleg a képet keretező mesterember ezt a lapot körülvágta, és ezt azért lehet gondolni, mert itt van rajta a két méret, ami a lapnak a méretét, vagy keretezési méretét jelenti, mert az is nagyon különös, hogy ceruzával a műre írt rá, és nem egy paszpartúra, vagy valami másra jegyzetelt volna, és valószínűleg körülvágta ezt a művet, és azért vágta körül, hogy még európaibbá tegye. Azaz azt lehet feltételezni, hogy levágta róla esetleg a tetejét és az alját, hogy ne legyen rajta akkora fehér felület. Az, hogy egy japán mű miért nem jó úgy, ahogy azt eredetileg elgondolták, hogy miért legyen európaibb, az a mi szempontunkból nem érdekes, ez inkább a japánok szempontjából érdekes. Térjünk tehát vissza arra, hogy mi is itt az alaphelyzet. Az alaphelyzet az az, hogy a Meiji-kort megelőző korszaknak a gazdasága és politikai viszonyai feudális viszonyok voltak, és a Japán hosszú időn keresztül való elszigeteltségének az eredményét, illetve okát is jelentették. A világ azonban nagyon pörgött. Az egész nyugati világ a gyarmatosításról szólt, a világkereskedelemről szólt, és a gazdaságnak a felpörgéséről szólt, és ezért a kelet-ázsiai országok sem állhattak ellent, különösen olyan esetben sem, ez most Kínára, Indiára, vagy főként Japánra is vonatkozik, olyan esetben sem, ahol nagyon fontos exporttermékek voltak az országnak a birtokában, mondjuk például a sejmet. És a Japán is ilyen módon nyitásra kényszerült, és ennek a nyitásnak az lett az eredménye, hogy a sógunátust újra fölváltotta a császárság, és egy új császárt választottak, a 15 éves Meiji császárt, akinek az volt a feladata, hogy modernizálja az országot. Én nem is tudok ebbe belegondolni, és nem is tudom ezt elképzelni, hogy egy 15 éves fiatal ember hogyan kaphat ilyen feladatot, és hogyan tudott ezzel megküzdeni. Már csak azért is nehéz ez számunkra elképzelni, mert azért egy olyan országról van szó, ahol nagyon erős tradíciók, nagyon erős társadalmi hierarchia működik, és ennek a gyökeres felrúgása még akkor is, hogyha az ország problémáiból való kilábalásnak az egyedüli útját jelentik, biztos, hogy nagyon sok konfliktust eredményeztek. Ezt a modernizációt, ezt Japán úgy a japán vezetés ezt úgy végezte el,
hogy mindenhonnan a legjobbat akarta átvenni. Tanulmányozták az oktatási rendszert Németországban, tanulmányozták a jogrendszert Franciaországban, és a gazdaságszervezést Angliában, és ezekből a legműködőképesebb verziókat vették át, és ez volt az oka, vagy ez volt a kulcsa annak, hogy miért lehetett mondjuk 50 év leforgása alatt egy olyan fejlődést véghez vinni, ami két nyertes háborúhoz is vezetett. Ez nagyon fontos egyébként a japán fejlődés szempontjából. Az 1894-95-ös kínai háború és a majd 10 évvel későbbi orosz háború, mert ezzel tudta Japán bizonyítani a világ számára, hogy a gazdaság egy olyan fejlődési szintet ért el, amivel már versenyképes, és nem gyarmati sorba való. De hogyha azt képzeljük, hogy a társadalom, a gazdaság ilyen mértékben átrendeződik, akkor gondolhatjuk azt, hogy a kultúrának is át kell alakulnia. És ennek a kulturális átalakulásnak a művészetét hívjuk a Meiji-kor művészetének, ami nagyon sok dilemmát vetett föl. A következők ezek a kétségek. Hogyha modernizálódik egy ország, hogyha a shogunátus nem tudja követni már az a korábbi életmódját, hogyha azok a külső jelek, amelyek kötötték ezt a régi rendet, vagy régi osztályt a maga társadalmi rangjához, ezeket kivesszük mind a rendszerből, és ezeket helyettesítjük a modern, nyugati élet gyakorlatával és jeleivel, akkor ennek a kulturális életre való hatása az azért lesz nagyon, nagyon ambivalens, mert alapjában is két nagy lehetőséget hordoz. Az egyik lehetőség az Japánban is, és talán más kelet-ázsiai országokban is az volt, hogy a modernizáció hatására a hagyományos művészetet kell újra gondolni. Ebben a folyamatban nagyon nagy szerepet játszott egy amerikai professzor, Ernest Fenollosa, aki nem művészeti területre volt hívva Japánba, hanem politikát és filozófiát tanított, de mivel hogy művészeti tanulmányokat folytatott korábban Amerikában, ezért érdeklődött a művészet iránt, és az asszisztensével, Okakura Tenshinnel ők írták meg a 19. század második felében a japán művészet történetét. Végigjárták a templomokat, korszakolták a megtalált épületeket, műalkotásokat, megnevezték az iskolákat, megnevezték az iskoláknak a működési időszakait és a stílusjegyeit, ami egy ráébredést is jelentett azokra az értékekre, amiket Japánban esetleg hagyományos művészet részeként nem is olyan hangsúlyosan tárgyaltak. A nyugat felé is ez egy nagyon fontos kapcsot jelentett, hogy ennek a művészetnek egy sokkal tudatosabb közvetítését lehetett ilyen módon már angol nyelven is prezentálni, ami épp abban az évtizedben, amikor a japán fametszeteket olyannyira értékelték Párizsban, ezek a hagyományos műalkotások és építészeti kincsek egy egész más aspektusból világították meg a japán kultúrát. A hagyományos iskoláknak a követői valószínűleg Fenollosa hatására és a modernizáció hatására nagyon apró változtatásokat kezdeményeztek a nyugati művészet hatására a saját művészetükben. Ezek a változtatások, ezek a perspektívának az érzékeltetését jelentették, vagy a stilizált alakok helyett a realista ábrázolást jelentették, a részletgazdagságot jelentették, esetleg a kiszínesedést jelentették a műalkotásokon, de valójában követték a saját iskoláikat, és megmaradtak ennél a hagyományos értékrendnél. Ezt az iskolát Nihongának, japán képnek hívják. Nagyon érdekes például ez a Kawanabe Kyosai készítette fametszeteket idéző, korabeli fametszeteket idéző műalkotás,
azért, mert ez egy olyan helyzetet mutat, amiben két japán a nyugati divat szerint öltözködve a Párizsi Operaház előtt állnak, és ez megmutatja azt a helyzetet, hogy a vágy, hogy a modern életet kövessék a japánok, az egyet jelentett a nyugati felfogású építészettel és öltözködéssel, még akkor is, hogyha ez a japán akkori kultúrától nagyon idegen volt. És ez a másik mű ugyanettől a szerzőtől, ebben ő megcsillantja a hagyományos tusfestési készségét és képességét, csak egy másik témát választ, mert itt azt látjuk, hogy egy magas kalapos úr lovagol egy lovon, és az is a műnek a címe, hogy egy amerikai diplomata. Nagyon érdekes, hogy az arcon nagyon pontosan próbálta megjeleníteni azokat a stílusjegyeket vagy arcvonásjegyeket, amik egyértelműen elkülönítik az alakot, és nem japánná teszik az öltözködésén túl. Hashimoto Gahonak ez a tájképe azért nagyon szép, mert a maga nemében nagyon érzékletesen idézi azt az ecsetett technikát, ami a hagyományos művészet mikéntje, de a háttérben a halványuló levelek már érzékeltetik azt, hogy egy sokkal pontosabb levegőperspektívát kívánt érzékeltetni a művész és megjeleníteni a művein. Takeuchi Seiho korszaknak a másik nagy alakja, szintén a Nihonga festészetnek a képviselője. Nagyon különleges, hogy itt két képet látunk egymás mellett. Az egyik egy szintén egy hagyományos japán tájkép, de ebben megint csak itt a háttérben a részletgazdag szikláknál látjuk azt, hogy itt a levegő és a perspektívának egy másfajta felfogása tűnik föl, de nagyon különleges az, hogy mi történik akkor, hogyha ugyanevel a technikával ez a szerző Velencében, a Canale Grandén próbál meg egy tájképet készíteni, és különleges ez az alkotás abból a szempontból, hogy nekem nagyon idéz egy angol festőt, William Turnert, akinek a expresszív tájképei a 19. század első felében hasonló eredményt és stílust hoztak. A japán néző számára ez bizonyára szokatlan lehetett, már csak azért is, mert nagyon kevesen voltak akkor, akik Velencében jártak és ismerték ezt a környezetet. Csak hogy mutassak olyan példát is, ami hasonlít ahhoz a képhez, amit a beszélgetésünk elején mutattam. Ez a víz és madár, vagy növény és madár képtípus, ez nagyon gyakori a japán művészetben, és Watanabe Seiteinek a képein is azt látjuk, hogy maga a képtípus megmarad, de sokkal fotorealisztikusabbá válnak a madarak maguk, és a tollak is sokkal részletesebben vannak kifestve, és ezáltal, vagy ezzel a pici változtatással közeledett a művész a nyugati alkotói metódusok átvétele felé. A másik megoldás az pedig a modernizációnak a logikáját követte. Ahogy a gazdasági szakembereket, ahogy a különböző hivatalnokokat is azért, hogy megértsék, hogy a nyugati modernizáció mit jelent. Mit jelent az oktatásban, az agrikultúrában, az iparban. Ezért a Meidzsi korszak elejétől kezdve ösztöndíjakat szerveztek és kiküldték a szakembereket nyugatra. Általában nem rövidebb időre, hanem több hónapra küldték ki. Azért, hogy átéljék a nyugati életformát, és megtanulják azt, hogy mi az, amit modern életnek hívnak, és akkor, amikor ők hazajöttek Japánba, akkor megpróbálták ezt átadni, ezeket a tapasztalatokat, és egy új fajta életszemlélet szerint élni. Akkor, amikor korabeli fényképeket nézegetünk, akkor azért kiderül, hogy ne azt gondoljuk, hogy itt egyszer csak a semmiből újjáépült Tokió, Yokohama és Kyoto,
hanem azt gondoljuk, hogy volt egy-két utca ugyan, ahol mondjuk két-három szintes épületek épültek nyugati stílusban, de azért a városoknak az összképét sokkal inkább meghatározta még a japán hagyományos felfogás, tehát hogy ebbe így berobbantani ezeket a nyugati viselkedésmódokat és nyugati öltözeteket, én úgy képzelem, hogy elég furcsa lehetett. Ugyanígy a művészek is nyugati utazásokra mentek. A nyugati utazások során megpróbálták fölvenni a ritmust, és megpróbálták a nyugati művészeti stílusokba belehelyezkedve megérteni azt, hogy, hogy a művészetnek a fejlődési logikája miről szól, és hazajöve Japánba az ott elsajátított ismereteket átadni, és követni, és bemutatni, megismertetni a japán közönséggel. Itt azonban paradigmatikus különbségek vannak. Nem csak a perspektíváról van szó, hanem arról is szó van, hogy a nihongának az alkotói rendszerint a tusnak a folyékonysága miatt asztalon dolgoznak vízszintesen papíron, és a nyugati stílusnak a kedvelői jógának hívták, nyugati képnek hívták ezt a másik nagy iskolát. A nyugati stílusnak a kedvelői viszont egy teljesen idegen technikát kezdtek el követni Japánban, ami az olajfestést jelentette vászon alapra, egy olyan ecset technikával, ami egészen más tudást és más képességeket igényel, mint a tradicionálisan megszokott tus és ecset festés. Annak ellenére, hogy az első évtizedekben ez ügyetlenségeket okozott, de ennek ellenére ez mégiscsak egy hőskorszaka a japán művészetnek, abból a szempontból, hogy ez a stílus átvétel, ez igazából én azt érzékeltem, hogy ez a modernitásnak a szimbólumává vált. A paradigmatikus eltéréseknek van még egy másik területe, és ez a másik terület pedig arról szól, hogy a művész kicsoda. És akkor, amikor a japán hagyományos kultúrát és hagyományos művészeti iskolákat nézzük, akkor erről nagyon sok ismerete van a nézőnek bizonyára, de hogy sokat hallottunk arról, hogy a kabuki színészek, a no színészek több generáción keresztül adják át a tudásukat, és egy színész sok évtizeden keresztül tanul valamit ahhoz, hogy elkezdhesse a saját karrierjét, de ugyanez volt a festészeti iskolákban. A nagy festészeti iskoláknak a képviselői úgy dolgoztak, hogy másolták a mestereiket, és pici változtatásokkal próbálták meg előre vinni azt a stílust, amit a legjobban értékelnek, és amit a legtöbbet tanultak, és így alakították egy kicsit tovább a stílust. Ehhez képest a nyugaton járt művészek azt tapasztalták, hogy a nyugati művész úgy gondolkodik, hogy megtanulja az ábrázolásnak a technikáját, és utána rögtön egy saját stílust kezdeményez, vagy egy iskolának, egy forradalmi iskolának a nézőpontját követi, és ezzel alkotja meg a saját személyiségét. Az egyik oldalon egy közösségtisztelet van, és egy iskolatisztelet, egy mester-tanítványi viszonynak a követése, a másik oldalon viszont az individualizmus van. Az individualizmus, mint fogalom, az egy nagyon nehezen értelmezhető kategória lehetett abban a Japánban, amikor ez így megjelent. Egyszerűen ez azt jelentette egy művész számára, hogy oké, akkor én azt csinálok, amit akarok, avval a tudással, amit megszereztem, és ez az azt csinálok, amit akarok, ez lesz majd az én személyiségem, és ez lesz majd, ami a modernitásomat jelenti. A jógának, ennek a nyugati stílusnak volt egy nagyon fontos problémája, már a Meiji korban is, és már pedig az, hogy a nyugat-európai irányzatok nagyon gyorsan változtak. Az egyik irányzatot követte a másik. Jött az impresszionizmus után jött a posztimpresszionizmus, utána jött a szecesszió, de ezek az iskolák mind-mind a nyugati művészeti hagyománynak a logikája szerint
változtak, és olyan művészek változtatták ezt, akik a maguk életében végigélték ezeket a változásokat. A japán művészek ezeket a változásokat mindig kívülről nézték. Mindig úgy néztek rá, hogy jön egy új hír, van egy új irányzat, mától ez az irányzat jelképezi a modernitást, és nem az, ami tegnap volt, tehát akkor ezt kell követni. Arra, hogy ezt megértsék, hogy ebben elmélyedjenek, és ezeknek az alapjait ismerjék meg, nem volt igazán mód. Ennek ellenére ebben a kettősségben látjuk ennek a korszaknak a karakterét, és ennek a kettősségben látjuk ennek a korszaknak, ha tetszik, az értékét is. A Meidzsi korszakról nagyon sok vita volt. Lehet azt mondani talán, hogy a 20. század második felében sem volt még annyira népszerű, pontosan az ügyetlenkedések miatt. Hogy a hagyományos iskola elhagyja a maga terepét, elhagyja a maga értékrendjét, ugyanakkor a nyugati iskola pedig nem tudja még felvenni úgy a ritmust, mint ahogy ez később volt. Mégis a 70-es, 80-as évektől a kutatók egyre inkább kezdték el a Meidzsi korszakot értékelni és a Meidzsi korszakkal foglalkozni azért, mert pont ahogy az előbb arról beszéltünk, hogy az idő gyors változása, az idő pörgése miatt bizonyos fogalmak, mint ahogy az említett individualizmus, nem lett igazából kielemezve és átélve a japán művészetben, és tovább görgetett olyan problémákat, amelyek a művészetnek a globális értékrendjében problémát jelentettek. A japán művészet, hogyha lehet ezt így mondani, igazából a II. Világháború után, mondjuk úgy, hogy a 60-as években talál magára úgy, hogy a globális művészeti értékrendbe is bele tud illeszkedni. Ez volt az az időszak, amikor a japán művészetet már a maga helyén kezelték, és a magyar maga helyén értékelték a művészetnek a világpalettáján. De nem akartam ennyire előre szaladni, hiszen ennek az említése csak azért volt fontos, hogy érezzük, hogy ennek a korszaknak az elemzése miért olyan fontos. Még néhány példát szeretnék csak mondani azért, hogy érzékeljük azt, hogy ez a probléma hogyan fogalmazódik meg a művészetben. Az egyik példát mondjuk a hagyományos művészetek oldaláról hozom, és azt a technikai kérdést vetem föl benne, hogy akkor, amikor a japán művészet hagyományos technikáiban megújulást keres egy alkotó, ugyanazokat az eszközöket használja, de megpróbál vagy más témákat festeni ugyanavval a technikával, vagy újszerű témákat találni abban, hogy hogyan használja a régi technikát, mind a két esetben abba a helyzetbe kerül, hogy az őt érző néző, vagy az őt ismerő néző, az ő iskoláját ismerő néző elbizonytalanodik. Megszokott egy bizonyos értékrendet, megszokott egy bizonyos esztétikai kategóriarendszert, és egyszer csak itt változások történnek, egyszer csak másként lesz ábrázolva mindez, akkor az, aki abban tudta, hogy el tudott igazodni, hogy mi a szép, mit jelent a fehér felület a kép körül, egyszer csak másként néz a képre, és nem tudja pontosan, hogy hogyan értékelje ezt. Ugyanez a probléma volt a nyugati iskolában, a jógában, mert a nyugati iskolában az alkotók azt gondolták, hogy a nyugati példákat követve kell valahogyan a japán művészetbe integrálni ezeket a tudásokat, de ebben ők olyan elemeket vettek át, amik viszont idegenek voltak a japán művészettől. Fogunk látni a reprodukciókon egy példát. Példának okáért azt a helyzetet, hogy hogyan kezeljen egy japán művész, hogyan kezelje például a testnek a kérdését. Megmutatom Seiki Kurodának a Bölcsesség, Impresszió, Érzelem című 3-as képét, ami 3 nő alakot ábrázol, akik egy arany háttér előtt egy kicsit rajzos kontúrvonallal rajzolódnak ki a háttérből. Nekünk nyugati nézők számára teljesen evidens természetesen az, hogy itt a test arányai sokkal inkább a görög
és az európai szépségideált követik, miközben mind a három arc egy-egy japán női karaktereket mutató portré. És hát külön érdekessége ennek a műnek, hogy a bölcsesség impresszió érzelem, ez épp a szimbolizmus születésének idején három alak jelképet kap, csak hogy milyen kézmozdulatokkal párosítja a művész ezt a három fogalmat, az teljesen esetleges. És ebben az esetlegességben látszik leginkább az, hogy a japán művészek számára ez a fajta individualizmus és szabadság, hogy bármit választhatnak a gondolatai kifejezésére, ez egy nagy lehetőséget jelentett ugyan, tehát az európai művészetből tudjuk, hogy ezek a szimbólumok és ezek a jelek nagyon sok évszázadra mennek vissza, és ezért másként nézi ezeket egy európai néző. Hogyha a fogalmaknak a tárgyalásáról esik szó, akkor érdemes azért megemlíteni azt, ahogy itt nézegettük a hagyományos művészetnek is, vagy itt két chuasai képet láthatunk, vagy a jóga iskolájának a képviselőjénél is, hogy például egy ilyen egyszerű fogalom esetében, hogy a természet, abban is nagyon erős különbségek vannak a két festészeti vagy művészeti iskola felfogása között. Akkor, hogyha a természetről beszélünk, és ezt a japán művészetben való megjelenése oldaláról nézzük, akkor a természet az sokkal inkább egy ilyen transzcendens, szinte szellemi elmélyedést mutató helyszín, ahol persze nagyon fontosak azok a kérdések, hogy éppen milyen növényt nézünk, de sokkal izgalmasabb az, hogy a festő ezt hogyan közvetíti, milyen ecsetvonásokkal érzékelteti annak a karakterét, és ebben hogyan tud elmélyedni a néző, és maga is egy másfajta szépséget ismer fel. Chuasai számára is, aki a nyugati festészetet követte, a táj azonban teljesen mást jelentett. A táj neki is azt a kihívást jelentette, hogy hogyan lehet a tájnak a fényviszonyait és a különböző az évszakok váltakozását és a helyszíneket pontosan meghatározni. És Chuasainak, miután ő is Franciaországban volt, az volt erre a válasza, hogy az európai impressionistáktól tanult technikákat egész egyszerűen áttette a japán tájra, és olyan részleteket tett bele, ami egyértelművé tette, hogy itt egy japán vidéken járunk, és nem egy európai környezetben, és ugyanígy az a viselet, amiben a földön dolgozók dolgoznak, azok is hasonlóan egy ilyen helyi népművészeti adottságokat mutatnak. Mégis, ha valaki megnézi ezeket a képeket, akkor az európai impressionista ragyogáshoz képest egy másfajta színvilágot mutat. Nagyon különös például ez a kép Naojiro Haradának a Bodhisattva sárkányháton című képe, mert pont azt a példát mutatja, hogy a festő egy olyan hagyományos ikonográfiai ábrához igyekezett visszanyúlni, amiről ő úgy gondolta, hogy egyértelmű a helyi nézők számára. Lehet, hogy egyértelmű, tehát hogy a bodhisattva alakja, ahogy a káoszból kiemelkedő sárkánynak a hátán kiemelkedik, mint ikonográfia lehet, hogy egyértelmű, de ő olyan jeleket tett rá, amiben persze a nyugati művészetet szerette volna követni. Egyrészt ilyen ez a fehér drapéria, ami sokkal inkább megint a századforduló közeli alkotóknak az antikvitást, a görög művészet idéző motívuma volt, és ugyanúgy érdekes, ez a nagyon halvány glória a feje fölött, ami meg a nyugati vallásos festészetnek a hagyományát követi, és persze nagyon finomak az arcvonások, miközben egy japán néző, amikor a bodhisattva alakját nézi, akkor egy egész másfajta ábrázolásbeli hagyománynak a kódrendszerét látja. Ez, hogy a történelmet, a mitológiát és a különböző alakokat, akik ennek a részesei és ennek az építői, hogyan lehet integrálni ebbe a nyugati művészetbe, ez nagyon nehéz kérdés, és látszik, hogy miközben ezt a képet esetleg egy nyugati néző el tudja helyezni mondjuk
a 19. század második felének akadémista festészetébe, ugyanakkor egy japán számára ez problémát jelentetett. Nos, tehát a mai alkalommal egy olyan művészettörténeti helyzetet ismerhettünk meg, ami nagyon sok helyen fölmerült már a világban a 20. század elején, vagy a 19. század második felében, és azért érdekes erről a korszakról olvasni, és ebben a korszakban egy kicsit elmélyedni, mert nem a bizonytalanságokat érdemes benne észrevenni, hanem sokkal inkább a példaszerűséget, és nagyon tanúságos, amilyen élesen megmutatkoznak azok a fogalmi kérdések és technikai kérdések, amelyek azonban magyarázatot adhatnak arra is, hogy például akár a magyar művészet a 19. század második felében milyen dilemmákkal állt szemben.